szertartása volt nálunk a másoknak írt levél elhallgatásának. Golyku hazahozta a rekedgyédi postáról, mámi elolvasta, én pedig nem adtam át őket. Én voltam a felelős. Tőlem nem tudhatta meg senki az urára vagy a fiára vonatkozó rossz hírt. Ami bizalmi munkakörnek számított a mi családunkban. Ezt például Harangozó Feri küldte az apjának. Nem értettem, miért van magyar betűkkel is, meg orosszal is megcímezve. Mikor Feri bácsi magyarul se szokott olvasni, most meg majd pont oroszul fog. Mikor már nem is él. És különben is. Mit írogat egy legény az apjának? Mikor nincs is karácsony? Drága édesapám, jelentem, túléltem a háborút. De a voronyezsi ütközetről nem írok magának. Oszt, ha majd nagy lesz a Szauli fiam, akkor majd neki sem mesélek róla. A szavakról írok, édesapám, a maga szavairól. Mert mintha ma lett volna, 42-ben, azt mondta a rekedgyédi állomáson. Nagyon szégyellem magamat, mert nem bírok itthon tartani, mert nem vonulhatok én a frontra, mert nem bírok helyetted harcolni. Megsebesülni, meghalni, oszt imádkozni is csak érted bírok, de helyetted nem. Ezért aztán minden órában imádkozzál, kisfiam. Ezt mondta, ne is tagadja. De ne szégyelje magát, amiért nem a maga lába fagyott le az enyém helyett, mert maga így is végestelen végig ott harcolt mellettem. Mert mikor nem tudtam, mi a helyes, akkor imádkoztam. Oszt, ha még eztán sem tudtam a választ, megkérdeztem magamat, hogy mostan vajon hogyan döntene az édesapám. Oszt, amilyen felelet eszembe jutott magáról, én akképpen cselekedtem. Amikor elfoglaltuk Sztári Oszkolt, ahonnan másnap megrohamoztuk Voronyest, de most előbb ezt a Sztári Oszkolt mondanám el magának, ahol kaptunk 2 óra kimenőt. Vitéz felső csatári Homonai Kázmér százados úr azt mondta, úgy használják ki ezt a szabad órát, fiúk, mintha ezek volnának életük utolsó órái. 2 óra nem elég az üdvözöléshez, de arra elég, hogy meghágjanak 1-2 visítozó fiatalasszonyt. Tréfásan mondta a százados úr, de csatába menet nem kacag a katona. Oszt néhány társam megfogadta a tanácsát. Én is betörtem egy házba. A gazda késsel támadt rám, de jó kiképzést kaptam, hamar leszereltem. Akkor meg a lánya rontott nekem. Őt mégsem üthettem le, mert édesapám sem ütne meg egy nőt. Édesanyámat se verte meg, amikor az, sose felejtem el, elsózta a slambucot, pedig aznap veszítettük el a meccset a Kolozsvár ellen. Oszt maga mégse vágta nyakon édesanyámat. Na de Sztári Oszkorra visszafordulva, valahogyan mégis lecsillapítottam ezt a veszekedős leányt. Ültünk ott az apja mellett, aki ájultan feküdt előttünk. Nem értettük egymás szavát. Én mégis elmagyaráztam neki, hogy nem penészes a kenyér, amit adtam neki, csak meg van fagyva. Cserébe, amikor már az apa, a Jevgenyi Maximovics is magához jött, megkértem őt, hadd aludjak náluk egy órácskát. Megengedte. Pedig akkor már a puskámat sem fogtam rá. Hunytam egyet a -20 fokos szobában, mert csak az udvaron volt -40 fok. Odabenn enyhébb volt az élet. Aludtam volna még, mert a katona ember nem tudhatja, mikor alszik megint zizegő salmazsákon, de a bevetésre felébresztettek. Indulás előtt a Natasa megmasszírozta az elfogyott lábujjaimat, Jevgenyi Maximovics meg adott nekem egy luttor mellényt. Megmondtam magának, édesapám, hogy a háborúról nem beszélek. Ne is alkudozzon velem. A voronyezsi csata nem fér bele egy kupertába. De tudja meg, mink, a második magyar hadsereg túlélői, 2 tűz közé szorultunk. Keletről az oroszok rakétáztak bennünket a katyusáikkal, nyugatról meg német szövetségeseink lőttek agyon a visszavonul magyar katonákat. Olyan kacifántos szituációt képzeljen el, amilyet még maga se bír elképzelni. Én is hiába kérdeztem ott magát, vajon mostan hogyan cselekedne az én apám. De erre már maga sem bírt választ adni. Hanem Sztári Oszkolban bemenekültem a házba. Tudja, amelyikben az izegős, a szalmazsák. Jevgenyi Maximovics megint az ajtó mögül ugrott rám. Föl voltam rá készülve. Oszt, hamar elvettem a kést. Csak azzal nem számoltam,
mert ezzel még maga se számolt volna, hogy Natasha meg leüt engemet az asztali Lenin szoborral, amit az oroszok szent kép helyett tartanak odahaza. Álva nem ismertek meg, de mikor félholtan feküdtem a földön, mind a ketten megölelgettek engemet, pedig akkor már nem, hogy kenyerem, de puskám sem volt énnékem. Jevgenyi Maximovics föltámogatott a padlásra. Aztán a Natasát is fölküldte. Mert Jevgenyi Maximovics is olyan, mint a máme. Ez se bízik egyikféle katonában se. Különben volt is rá oka, mert Natasa is olyan szituációban volt, mint én. Neki is mindegy lett volna. Ahogy én nekem is, hogy német, magyar vagy orosz alakulat talál ránk. Mert őt így, engem úgy, de mind a kettőnket halálra gyötörtek volna. Akármelyik féle sereg is foglalta volna el bennünket. Odafönt, a tető alatt olyan hideg volt, hogy még Natasával összebűve is reszkedtünk. Akkor még nem tudtam oroszul. Oszt magyarul meséltem el neki a kisasszonyok völgyét. Meséltem, egyre csak meséltem. A szavaim meg gőzölögtek kifelé a szájamból. De a domb mentén hamar megfagynak a szavak. Oszt hangosan leestek a padlásdeszka padlójára, mikor meséltem a Natasának, hogy odahaza volt nekem egy szerelmem, a Rózsi. Édesapám is elmesélte volna a maga Rózsiát annak a lánynak, akit átölel a padláson. Jobb, ha tőlem hal először a katonabeli szerelmemről, nem mástól. Mert ezen alapul a bizalom, hogy kitől halljuk először a múltat. Elmeséltem, elén kopogó szavakkal, hogy a Rózsi meg én úgy szerettük egymást, hogy még a fehér akác virágját is letéptük, mind szirmonként. Mikor meg már nem, hogy a fehér akác, de a mindig nyíló rózsapokrot is kopaszra tépdestük, szeret, nem szeret, szeret, nem szeret, akkor eljegyeztük egymást a csőszkunyhóban. Az esküvőnk napját is kitűztük. Még nevet is adtunk a tervezett gyerekünknek. Kár volt nevet adni neki, mert ezen, csak ezt még magának sem meséltem édesapán, ezen különböztünk össze a Rózsival. De attól még boldogok voltunk a csőszkunyhóban. Hanem akkor jött a hír, hogy a rakoncás úr Svájcban élő nagynényre, Rosenberg Rebeka néni meghalt. Azt gyermeke nem lévén, Rebeka tante a rakoncásékra hagyta a vagyonát. Pecsétes végzés is jött jóra. Magam is láttam. Rakoncás Izsák direkt megmutatta. Talán maraszt hallattam volna a Rózsit, talán nem kellett volna ragaszkodnom a Feri névhez, mert én Ferikének hívtam volna a fiunkat. Rózsi meg az apja után Andriskának. Én asszonyom lett volna a Rózsi, nem a rakoncás Izsáké, ha beleegyeztem volna az András névbe. De én is olyan vagyok, mint maga. Azt nem engedtem a Ferikéből. Ő meg nem engedett az Andriskából. Azt hozzáment az Izsákhoz. De én akkor már be voltam vonulva, most csak utóbb írta meg a Rozoga, hogy édesapám volt a vőfély a mennyegzőjükön. Mert magának olyan nagy szíve van, hogy abba nem fér el a harag. Hanem a Rosenberg Rebeka néniről utóbb kiderült, mert így írta Rozoga, hogy szükséglakásban lakott, kegyelemkenyéren élt, de ott, Svájcban sem felejtette el, hogy rekedjédről indult az élete, azt magyar rokonaira hagyományozta az elvonók úr a számláját. Mert nem volt annak még betegbiztosítása se, nemhogy vagyona. Mindent elmeséltem Natasának. Ő meg úgy elfogadott engemet a völgyben hagyott gyűrűs menyasszonyommal együtt, hogy szájon csókolt. Aztán lebotorkáltunk a padlásról, kézen fogva. Mert az a lépcső is olyan rozoga, mint a maguké a katlanban. Jevgenyi Maximovics szájon csókolt, mert azt hitte, meg akarom kérni a lánya kezét. Nem mertem ellenkezni vele. Mert keletül az oroszok nyomultak előrefelé, nyugaton a németek robbangattak. Meg aztán lakályosabb volt odalent aludni a 20 fokban, mint odafönt a hűvösben. Drága édesapám! Apusom megszerezte nekem a házunk előtt elesett litván katona Saulius Jankauskas dögcéduláját. Azóta én vagyok Saulius Jankauskas. Így lettem szovjet állampolgár. Azóta a sztárioszkoliak nem kérdezgetik, honnan jöttem, nem gyanakodnak, miért nem beszélek jól oroszul. Na, az is igaz, én se firtatom, hogy ők meg
miért nem tudnak litvánul. Megházasodtam. Először vonakodtak tőlem a sztárioszkoliak, aztán befogadtak. Hiány van itten férjből, meg dolgos munkáskézből is. Mert a németek, az oroszok meg a magyarok igen nagy pusztítást végeztek a Don vidékén. Befogadtak engemet, pedig tudták, hogy a bal lábamról kettőt, a jobbról meg egy lábujjat köllött leamputálni. Pedig imádkoztam, ahogy maga kérte. Meg a Luttól mellényt is felvettem, ahogy apósom mondta. Drága édesapám, ha odazal összefutna a hanyag, vagyis most már Rakoncásné Rózsival, ne mondja meg neki, mennyire sajnálom, hogy ragaszkodtam a Ferike névhez. Különben is. Sztárioszkolban a nagyására bíztam a névadást. Mink, kommunisták, nem kereszteljük a gyereket. Csak anyakönyvezzük. Natasa a kedvemben akart járni. Azt rólam nevezte el a kisfiunkat, Sauliusnak. Drága édesapám, írja meg, hogy recsege a Grádics, mint régen. Nyikorog-e még az öreg malmunk? Hazatérte már a frontról a Rakoncási Zsák, a Kanalas Guszti, a Veranda Vencel. Mindenről írjon, mindenkiről írjon, csak Rózsiról ne írjon, édesapám. Várom a levelét. Csókolja szerető fia,